elszaladt az idő. Belemerültünk a munkába. Balázs, Balázs, gyere, menjünk ebédelni. Nem vagyok ilyes. Hát de mi az, hogy nem vagy ilyes? Most van ebédidő, most kell menni, a többiek is elmentek, látod, nincs itt senki. Gyere! Nem vagyok éhes. Hát én látom rajtad, hogy éhes vagy. Nagyon finom az ebéd, jól fog esni, gyere! Gyere! Nem megyek! Hát jó, akkor maradj itt, de én biztos vagyok benne, hogy üres gyomorral nem fogsz tudni dolgozni. Hogyha most nem eszik, később nem fog tudni enni. Ha éhesen marad, az senkinek nem jó. Mert pedig biztos, hogy éhes, amennyit ő eszik. Jobban tenné, ha rendes időben megenni az ebédjét, ahogy a többiek. Neki is jobb lenne, hiszen akkor nem üres hassal kellene folytatnia a munkát. Kíváncsi vagyok, mit csinál egyedül. Nem vagyok éhes. Miért nem tudod egyszer azt csinálni, amit a többiek? Nem megyek! Nem vagyok éhes! Akkor maradj éhesen! Nem igaz, hogy soha nem képes alkalmazkodni a többiekhez. Neki persze mindig külön utakon kell járnia, legalább egyszer teljesíthetné a kérésemet, és szót fogadhatna. Nem tudom, meddig leszek még képes ezt az ellentmondást elviselni. Kíváncsi vagyok, mit csinál egyedül. Nem szeretnél ebédelni? Nem vagyok éhes. Biztos nem vagy éhes? Nem vagyok éhes. És mit szeretnél helyette? Itt maradni. Jó, akkor viszont, hogyha gondolod, szólj a konyhán, hogy rakják félre az ebédet, jó? Szia! Nyilván nem éhes még. Felnőtt ember, aki eldöntheti, hogy mikor és mennyit szeretne enni. Nem szólok bele, hiszen én is akkor eszem, amikor nekem jól esik. Ha szeretné, akkor segítek neki megbeszélni a konyhán, hogy rakják el az ebédjét későbbre. Ez nem egy olyan helyzet, ami problémát okoz. Kíváncsi leszek, mit csinál egyedül.